Jó napot kívánok, szervusztok gyerekek! Dudás Mónika vagyok, Topolyáról, a Csáky Lajos általános iskolából jöttem. Az eddigi óráimon az egész számokkal foglalkoztunk, a mai órán megtanuljuk őket összehasonlítani. Számokat összehasonlítani azt jelenti, hogy meg tudjuk majd állapítani, hogy melyik szám a nagyobb és melyik a kisebb. Kezdjük azonban egy kis ismétléssel. Amit már megtanultunk, az az, hogy a természetes számok halmazát nagy nyomtatott N betűvel jelöljük, benne egytől kezdve végtelenig ott van minden szám. Az egész számok halmazát nagy nyomtatott Z betűvel jelöljük, amelyben a negatív és a pozitív egész számok is benne vannak, valamint a nulla. Ebből észre lehet venni, hogy a természetes számok halmaza részhalmazát képezi az egész számok halmazának. N0-val a bővített természetes számok halmazát jelöltük, amelybe a nulla is benne van a pozitív számok mellett. És ha emlékszel, a múlt órán az volt a kérdésem, hogy melyik halmaz jelenti a nem negatív számokat, és akkor itt utalnék rá, hogy az N0, tehát a bővített természetes számok halmazában nem szerepelnek negatív számok, ezért erre a halmazra gondolnak, amikor nem negatív számokat tartalmazó halmazról beszélnek. Hogyan tudjuk majd eldönteni, hogy két egész szám közül melyik a nagyobb? Számegyenes, ha elképzelsz egy számegyenest magad elé, az nagyon sokat segíthet ebben is. Készítettem egy rajzot is. Tudjuk, hogy a számegyenesen a számok balról jobb irányba növekednek, tehát két szám közül mindig az lesz a nagyobb, amelyik jobbra helyezkedik el a másiktól. Itt hoztam egy-két példát, a mínusz 5 kisebb a mínusz 2-nél, mert ugye balra van a számegyenesen, a mínusz 2 kisebb a nullánál, mert ő is balra van a nullától, a nulla kisebb a 4-nél, vagy tudnám mondani, hogy a 4 nagyobb a nullánál, mert hogy a 4 jobbra van a nullától, a mínusz 2 kisebb az 5-nél. Biztos észrevetted, hogy bármely pozitív szám nagyobb bármely negatív számnál, még egyszer azért, mert a pozitív számok a számegyenesen jobbra, míg a negatív számok a nullától balra helyezkednek el. Azt is tudjuk, hogy a nulla nagyobb minden negatív számnál, ugye ő volt a határ, neveztük origónak is, a pozitív és a negatív számok között. És akkor a nehezebbik rész az lesz, hogy két negatív szám közül hogy tudjuk majd eldönteni, hogy melyik a nagyobb. Két negatív szám közül az lesz a nagyobb, amelynek abszolút értéke kisebb, azaz, amely közelebb van a nullához. Ezt szoktátok ti sűrűn és gyakran összekeverni. Próbáljunk erre feladatot nézni. A mínusz 5, mert balra helyezkedik el a számegyenesen a mínusz 3-tól, így ő kisebb a mínusz 3-nál. Ha megnézzük a két szám abszolút értékét, akkor viszont az 5 nagyobb a 3-nál. Tehát még egyszer, két negatív szám közül az a kisebb, amely abszolút értéke viszont nagyobb lesz. A számegyenes pontjaihoz számokat rendeltem hozzá, nézzük meg egy ábrát, és a pontok helyzete alapján próbáljuk meg eldönteni, hogy az egyenlőtlenségek igazak lesznek-e. Tehát igaz-e, amit itt látunk. Tudni kell olvasni ezeket a jeleket, ugye ha a jel a szűkebb felével kezdődik, azt olvasom kisebbnek, ha a jel a nyitottabb felével kezdődik, azt olvasom nagyobbnak. Tehát a mínusz 2 kisebb-e az 1-nél, mivel balra helyezkedik el az 1-től, így ez igaz. A mínusz 1 kisebb az 1-nél, a mínusz 1 nagyobb-e a nullánál, most ha elképzeled a számegyenesen, a mínusz 1 balra van, emiatt ez nem lett igaz. A mínusz 2 nagyobb a nullánál, emlékszel, mit mondtam? A nulla nagyobb minden negatív számnál. Akkor ez sem igaz. A nulla nagyobb a 4-nél, gondol csak át, melyik van jobbra és balra a számegyenesen, tehát ez sem igaz.
A mínusz 2 nagyobb a 3-nál, ezt is megbeszéltük, hogy bármely pozitív szám nagyobb bármely negatív számnál, emiatt ez se pontos. A mínusz 2 nagyobb a mínusz 1-nél. Hogy is mondtam? Abszolút értékük, vagy mondanám egyszerűbben, csak előjel nélkül nézd őket, és akkor pont fordítva kell, hogy legyen közöttük ez a kapcsolat. Tehát vajon a 2 nagyobb az 1-nél? Nézzük meg, tehát ez nem lett jó. 3 nagyobb a 4-nél, a plusz 3 az sima 3-at is jelenthet. Erről tudtad biztos, hogy ez nem pontos. És vajon a 2 és a plusz 4 között áll-e ez a kapcsolat, hogy a 2 kisebb a plusz 4-nél? A következő feladatomnál szintén ezeket a kisebb vagy nagyobb jeleket kellene az üres helyre beírni, úgy, hogy igaz állítást kapjunk. Most próbálkoztam egy hőmérő rajzot hozni, és azon képzeld el, a nagyobb értékek a hőmérőn mindig följebb, a kisebb értékek pedig a hőmérőn lejjebb szerepelnek. Tehát nézzük meg, hogy a 2 és a 0 közül a 2-ről tudjuk már, hogy nagyobb. A 0 nagyobb minden negatív számnál. A 3 és a mínusz 7-nél is szintén tudjuk, hogy a pozitív szám nagyobb bármely negatív számnál. 3 nagyobb a mínusz 5-nél. A mínusz 1000 kisebb a 35-nél. Két természetes szám közül, 15 és 51, könnyen tudod, hogy melyik a nagyobb. Na és jönnek a negatív számok. Mínusz 19 vagy a mínusz 21 a nagyobb. Még egyszer, a nagyobb van följebb a szám egyenesen, ennél fogva a mínusz 19 lesz a nagyobb. A mínusz 56 és a mínusz 34 közül, mivel már nem látjuk őket a hőmérőn, tehát a kettő közül az lesz nagyobb, amely előjel nélkül kisebb. Így a mínusz 34 a nagyobb egész szám. Mikor alacsonyabb a hőmérséklet? Ha mínusz 5 fokot, vagy ha mínusz 12 fokot mérünk. Ez egy olyan feladat, amit inkább a mindennapi életben szoktunk használni. Itt is egy hőmérőt próbáltam, és akkor mi az alacsonyabb, szoktam úgy megfogalmazni, hogy melyik a hidegebb. Tehát mikor van hidegebb, ha kint mínusz 5-öt, vagy mínusz 12 fokot mérünk. Persze, hogy a mínusz 12, vagy abszolút értékben a mínusz 5 abszolút értéke, tehát az 5 lenne a kisebb, ezért ő lesz a nagyobb. Egy kicsit nehéz pont fordítva gondolkozni. Tehát a mínusz 5 a nagyobb, mert ő a melegebb hőmérséklet. Próbáljunk meg hasonló feladatokat, de úgy, hogy nem készítettem számegyenes sem, hőmérőt sem, tehát rajz segítsége nélkül próbáljunk meg kisebb vagy nagyobb jeleket írni úgy, hogy igaz állítást kapjunk. Tehát nézzük, melyik a nagyobb, a mínusz 3 vagy a mínusz 1. A nagyobb az lesz, amely előjel nélkül kisebb. A mínusz 4 és a mínusz 2 közül a nagyobb az lesz, amely abszolút értéke kisebb, tehát nálunk nagyobb most a mínusz 2. Mínusz 3, mínusz 11-nél melegebb hőmérséklet, mondhatjuk így is, lesz a mínusz 3, és két pozitív szám közül, akár itt mondhatod úgy is, hogy a 4 és a 7 közül, persze, hogy a 7 a nagyobb. A következő feladatnál próbáljuk meg az üres helyeket úgy kitölteni, hogy igaz állítást kapjunk. Fölsoroltam, vagy leírtam egy több számot is, és keressük ki közülük a lehető legkisebbet. Ha a legkisebb számot keresem, akkor rögtön eszembe kell, hogy jusson, hogy minden negatív szám kisebb bármely pozitív számnál, tehát akkor csak a negatív számok között keresgélek, és a legkisebb az a szám lesz, amely legmesszebb van a nullától, így is mondhatom, vagy amely abszolút értéke a legnagyobb. És akkor a mínusz 7, mínusz 5, mínusz 3, mínusz 2 közül a legkisebb lesz nálunk a mínusz 7. A legnagyobb szám, az meg az előbb elmondott állítás miatt a pozitív számok között, tehát a természetes számok között keressük. Nekem van egy 2-esem, 6-osom, 5-ösöm és 4-esem, közülük a legnagyobb, remélem mindannyian tudjuk, a 6-os lesz.
A következő feladatnál az lenne a dolgunk, hogy növekvő sorrendbe írjuk le ezeket a számokat. Itt is néha összekeveredünk, hogy mit jelent az, hogy növekvő. A növekvő sorrend azt jelenti, hogy a kisebbtől indulunk, és fokozatosan növekednek a számok, és eljutunk a legnagyobbhoz. Tehát a feladat menete hasonlóan kezdődik, mint az előbb. Próbáljuk meg közülük a lehető legkisebbet kikeresni, erről már beszélgettünk, ez a mínusz 7, és ezután a többi negatív számot próbáljuk meg sorba rakni, és akkor a megmaradt negatív számok közül, a mínusz 5, mínusz 3, mínusz 2, mínusz 4 közül a legkisebb, amelyik legmesszebb van a nullától, tehát a következő legkisebb a mínusz 5, és akkor sorban mínusz 4, mínusz 3, mínusz 2, és most jönnek a pozitív vagy természetes számok. Remélem őket már könnyen sorba tudod rakni. A legkisebb, ha jól látom, a kettesünk lesz, utána az ötös és a hatos. Sorakoztasd most csökkenő sorrendbe a következő számokat. Csökkenő sorrend az azt fogja jelenteni, hogy kezdünk a legnagyobbal, és el fogunk jutni a legkisebbhez. Persze egy kicsit megnehezítettem a feladatot, amint látod. Látunk benne abszolút értéket, sőt, ellentett számát a mínusz kettőnek. Ahhoz, hogy itt sorba tudjam őket rakni, először ezeket az összetettebb részeket úgymond megoldjuk, amire emlékezned kellene most az előző órákból. Tehát, hogy például mi a mínusz három abszolút értéke, ő lesz a három. A mínusz kettő ellentett száma, ő a kettő, és itt az abszolút értékjel előtt szerepel egy mínusz, tehát a mínuszt átírom, és a sima kettes abszolút értéke egy kettes. És most már sokkal könnyebb dolgunk van, csak ezt az alsó sort nézve, csökkenő sorrendbe próbáljuk meg őket fölírni. Keresem a legnagyobbat. Minden pozitív szám nagyobb bármely negatív számnál, ezért először a pozitív számokat figyelem. Van egy háromasom, kettesem, és ha jól látom, egy hatos. Közülük a legnagyobb a hatos lenne, és akkor csökkenő sorrendbe jön a háromas, a kettes. Majd jönnek a negatív számok. A negatív számok közül az a nagyobb, amelyik közelebb van a nullához. Persze, hogy a mínusz egy lesz a legnagyobb, a mínusz 2, mínusz 3 is fokozatosan csökkennek. Hogy a feladatunk tökéletesen meg legyen oldva, akkor e sor segítségével próbáljuk meg a legelső sorban szereplő számokat, feladatokat is sorba rakni. Próbálom mutatni, a 6 a legnagyobb. A következő 3-ast, ha emlékszel rá, a mínusz 3 abszolút értékéből kaptuk, ezért ide most a mínusz 3 abszolút értékét kapom. A pozitív 2-est a mínusz mínusz 2-ből kaptam, és így tovább, tehát a feladatom most lett tökéletesen megoldva. Nézzünk egy újabb feladatot, amely így szól, hogy írd fel mindazokat az egész számokat, melyek nagyobbak mínusz 6-nál, de kisebbek 3-nál. Negatív számoknál, ugye, a nagyobb szám közelebb van a nullához. Melyek azok a negatív számok, amelyek a mínusz 6-tól közelebb vannak a nullához? Ugyanezt a szöveges feladatot próbáltam itt úgynevezett matematikai nyelven is fölírni, hogy keresek olyan x egész számokat, amelyek a mínusz 6 és a 3 között szerepelnek, vagy olvashatom úgy is, hogy a mínusz 6 kisebb az x-nél, és az x kisebb a 3-nál, vagy a 3 pedig nagyobb a keresett számoknál. Ezek a számok pedig, amelyek a mínusz 6-nál nagyobb, a mínusz 5, a mínusz 4, a mínusz 3, a mínusz 2, mínusz 1, és hogy áttérek a pozitív számokra, a 3-nál kisebbek, a 0, az 1 és a 2. Írd fel azt a halmazt, amelyeknek elemei olyan egész számok, amely abszolút értéke kisebb, mint 5. Ehhez most eszünkbe kell, hogy jusson, hogy mit is jelentett az abszolút érték. Az abszolút érték egy szám
távolságát mutatja meg a nullától, tehát mindegy, hogy a nullától jobbra, vagy a nullától balra lesznek ezek a számok, csak abszolút értéke kisebb legyen, mint 5. Ezek a számok, amelyek 5 egységnél közelebb vannak a nullához, a mínusz 4, a mínusz 3, mínusz 2, mínusz 1, a nulla, az 1, 2, 3, 4. Azt hiszem, van ehhez még hasonló feladatom, amelynek abszolút értéke nagyobb, mint 2. Tehát 2 egységnél távolabb legyenek a várt számok a nullától, úgy a nulla jobb felén, mint bal felén, tehát lesznek pozitív és negatív számok is, elég sok lesz belőlük. Talán a pozitív számoknál egy kicsit könnyebben tudunk gondolkodni, a 2-nél nagyobb számok, a 3, a 4, az 5, a 3 pont jelöli azt, hogy egész a végtelenig tudok haladni, míg a negatív számoknál ugyanezek a számok csak mínusz előjellel. Helyesebben lehet, hogy úgy kellett volna írnom, hogy a mínusz végtelentől és mínusz 6, mínusz 5, mínusz 4, mínusz 3-ig. Keressük azokat az egész számokat, melyek abszolút értéken nagyobb 2-nél, de kisebb 7-nél. Tehát 2 egységnél több, 7 egységnél kevesebb távolságra legyenek a nullától. Ezek az egész számok pedig a mínusz 6, a mínusz 5, a mínusz 4, a mínusz 3, a mínusz 2 már nem jön szóba, mert ő pont 2 egységre van a nullától, és ugyanezek a számok pozitív előjellel. Írjunk fel 5 egymás után következő egész számot, úgy, hogy pontosan 2 legyen közülük negatív. Ezt megpróbálom én ide fölírni a táblára. Ha csak 2 lehet negatív, és egymás után kell, hogy jöjjönek a számok, akkor egy picit, ha elképzeled mondjuk ezt egy szám egyenesen, akkor melyik az a 2 negatív szám, amely érintkezik a pozitív számokkal, vagyis mellettük van, illetve a nulla mellett, és mert egymás után kell, hogy jöjjönek, így azt hiszem, hogy te is érted, hogy ez lesz a mínusz 2, a mínusz 1, akkor a nulla, 1, 2, és 5-öt kér, de lehetne folytatni 3, 4. Nézzük a következő. Megint 5 számot szeretném, ha tudnál fölírni. 5 egymás után következő egész számot. Olyant, hogy 3 legyen közülük negatív, pont 3. Akkor megint, ha egy számegyenest képzelsz magad elé, az első lesz a mínusz 3, mínusz 2, mínusz 1, itt a 3 negatív számom, és mivel sorba kell a számokat írni, következő a 0 és az 1. Ha jó számolom, megvan az 5 darab. 4 legyen közöttük negatív, hasonlóan a mínusz 4, mínusz 3, mínusz 2, mínusz 1, ez eddig 4, és az 5. számom lenne a 0. Egy kicsit nehezítettem, mind legyen negatív, mind az 5 darab, és közülük a legkisebb legyen a mínusz 29. Gondold el, egymás után jönnek majd a számok, hogy akkor hogy is kellene elkezdeni? Ha a legkisebb a mínusz 29, akkor nála nagyobb az az a szám lesz, amely közelebb van a nullához. Tehát a mínusz 28, mínusz 27, mínusz 26, és mínusz 25. Azt hiszem, ezt egy kicsit szebben is leírtam nektek, hogy majd lássátok. Házi feladatra a mai órán egy olyan feladatot gondoltam ki, ahol neked kellene ez a négyzetecske helyett egy számjegyet beírni, sőt, akár többet is, úgy, hogy ez az egyenlőtlenség igaz legyen,
hogy a mínusz 1435-nél nagyobb számokat kapjunk. Ennyit készítettem mára, köszönöm szépen a figyelmet!